Sziasztok, Csáta Szandra vagyok, üdv újra a Kivodaló Boldogság csatornáján. Most jelenlegi speckó vendégem TP Makeup Takács Petra, aki profi sminkes és kozmetikus, és hát legújabb TikTok barátném, mivel ugyan élelmiszertárolást tekintve mindig felrobbant, nem azt mondom, hogy felrobbantom az internetet, de hogy felrobbantom az internetet, a TikTokot, az Instagram, minden, hogy mennyire számít az élelmiszertárolás ugye szempontjából, hogyha mondjuk egy joghurt, egy bármilyen liszt, tészta, fűszer lejár, és hogy mi az, amit kockáztatunk ezzel kapcsolatban, és most ugye nem az élelmiszertárolás és a lejáratról lesz szó, hanem a sminkről és a kozmetikumok lejáratáról lesz szó. Egyrésztről praktikus ötleteket találtunk ki, hogy hogyan tudjátok esetleg észben tartani, hogy ezeket mikor nyitottátok ki. Másrésztről pedig Petra azért is van itt, hogy elmondja szakember szempontjából, hogyha fél éve lejárt, vagy hát már fél éve túlhasználtok mondjuk egy krémet vagy sminket, akkor milyen hatása lehet ez a bőrötökre? Igen, egyébként én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyire nem tudják az emberek, hogy mit jelentenek ezt a kicsi tégely, fel van nyitva és oda van írva ugye szám, pontosan. Például ugye itt is, igen, igen. Nagyon-nagyon sokan nem is veszik észre, és fogalmuk sincsen, hogy ez a piktogram gyakorlatilag mit jelent. Ez csak egy ajánlat, ez egy ajánlás, ez nem is nézik meg, rugalmas dolog. Nem is nézik meg, és egyébként ez azt jelenti, hogy ugye felbontástól számított, hány hónapon belül kell azt a terméket kidobni. Én azt szoktam mondani, hogy ha már beruházunk mondjuk egy bőrápolási termékre, mondjuk van egy, nem tudom, itt van egy ilyen, hány milli, ez 60 millis, mondjuk fényvédőnk. Ez ami az új bőrápolási rutinon része. Igen. Általában, amikor egy terméket, főleg a bőrápolási termékeknél kitalálnak, hogy ezt hány millis kiszerelésben adjuk el, ott ezt a lejárati dolgot is figyelembe veszik. Tehát egy 60 millis ilyen fényvédőt, ezt leges, hát ha még nem is kent belőle eleget, még akkor is 2 hónap alatt illene elhasználni. Ehhez képest ugye 12 hónap van ráírva. Nyitástól számítva. Nyitástól számított. Tehát hogyha nyitástól számított 12 hónapon belül te nem tudsz elhasználni egy terméket, minek vetted meg? Tehát akkor arra nincsen szükséged. Az egy szelektálás videó része lesz. Így van. Tehát, hogy inkább legyen kevesebb termékünk, de azokat megfelelő mennyiségben használjuk, és használjuk őket el. Ezért nincsenek értelme, amikor vesz valaki 4 darab hidratálókrémet, minek. Tehát, hogy akkor legyen egy, ami neked igazán megfelel, használd azt, és akkor használd el, és akkor egyébként a ráírt időintervallumon belül simán el fogod tudni használni. Sminktermékeknél ez már nem ennyire egyértelmű egyébként. Na, és akkor oké, hogy most viccelődünk a Gabival, és a hétvégi akciójával, sajnálom, hogy lemaradtatok, de követni kell a Puder Gabit, és oké, tehát itt van ez, rajta van a csomagolás. Igen. Mi van akkor, hogyha én most ezt leszedem, megnézem, tehát hogy valami oknál fogva kinyitom, megnézem, hogy de jó, új termék, majd visszarakom, és még használom x ideig, ami mondjuk már nem jó, de hogy még x ideig ezt, és akkor innentől kezdve elkezd számolni, tehát ez a kinyitom, kap levegőt, és onnantól kezdve számolódik a tégelyen levő 6 hónap. Hát ugye, hogyha egy olyan terméket, tehát mondjuk ez gondolom neked egy bevált termék, hogyha ez egy újra levős termék, ugye? Tehát hogyha ugyanazt a terméket veszük újra, akkor én azt javaslom, hogy mivel tudjuk, hogy mit vettünk, tehát akkor nem nézegessük. Hanem tényleg használjuk el az előzőt, és utána kinyitjuk ki a másikat. Nyilván ugye egyetlen egy kinyitásra nem fogja annyi oxigén érni, mintha minden áldott nap ugye nyitogatva van, de egyébként igen, ugye az oxigén, tehát a terméket érő oxigén, illetve nyilván ugye a levegőben van különböző mennyiségű páratartalom, fürdőszobában magasabb, ahol amúgy egyébként lenni szoktak ezek a termékek, ha csak nincs mondjuk a hálószobában egy külön sminkállomás. Nincs bemutató teremben egy külön sminkállomás. Igen, úgyhogy
Minél likvidebb, ezt nem tudom, hogy micsoda pontosan. Ez a szemfelős spirál. Igen, talán azt megmutatom a... Nem nyitom ki most, bár másikat, igen. Csak hogy nem láttam az oldalán, hogy van ráírva. Ugye például a szempilla spirál, ezt nagyon kevesen szokták tudni, erre 6 hónap van írva, de én 3 havonta cserélem a szempilla spiráljaimat. Egyrészt azért, mert nagyon érzékeny az oxigénre, nagyon hamar beszárad, ezt szoktuk is érezni, hogy hát azért nem ugyanolyan kinyitottad 1-2 hónap után. Másrészt nagyon érzékeny területet sminkelünk vele, ez is nagyon fontos, hogy hova használod ezt az adott terméket, tehát még a szemedre, ami tényleg hát azért be tud durranni akár bármitől. Illetve, hogy milyen annak a terméknek a textúrája. Tehát nem véletlenül van az, hogy a puder állagú dolgokra, mondjuk ez az én porpuderem, ha ezt ide vesszük, ha ezt megnézed, 36 hónap van ráírva. Tehát ezt évekig lehet használni, hiszen semmi likvid nincsen benne. Tehát nagyon nehezen indulnak el benne ezek a különböző ilyen biológiai, kémiai, egyéb folyamatok. Még egy likvidben, tehát egy folyékonyban, egy korrektor, egy rúzs, egy alapozó, egy szempilla spirál, nagyon hamar el tudnak indulni ezek a folyamatok. Tehát nem mindegy, hogy milyen termékről beszélünk. Mi van? Mi van akkor, hogyha túl használom? Tehát azt mondom, hogy mondjuk mostanában azért maszk miatt. Szerintem a rúzsfogyasztás ez ideális, igen. Tehát mi van akkor, hogyha most kimaxolom ezt az időt és túlhasználom? Miért? Nem is az, hogy persze mert büdösödik, vagy más lesz a textúrája, de milyen hatást fejt ki, hogyha én egy romlott terméket, legyen szó mondjuk egy rúzsról, vagy bármilyen krémről, amit utána magamra kenek, de már ezt a javasolt 12-36 és egyéb hónapot túllövök, igen. Hát ez egyébként tudom, hogy emocionálisan baromi nehéz. Tehát az ember megveszi, főleg egy termék, és mind termékek azok még szépek is. Tehát hogy a jó rájuk nézni. Megvesz egy jó rúst, szereti, kötődik hozzá, jó a színe, ne adj Isten, mondjuk meg ki is mondták azt a színt, és vele gondol, hogy hát eldobom, az soha többet nem lesz ilyen rúzsom. De ugye ettől függetlenül tényleg érdemes betartani. Most én nem azt mondom, hogy 12 hónap egy napnál dobjuk ki, de mondjuk, hogyha 12 hónap van ráírva, akkor egy ilyen, nem tudom, ha megengedőbbek is vagyunk, egy 13-14 hónapnál azért már cseréljük le ezeket a termékeket. Hogyha nem érzünk szagokat és akármiket. Hát figyelj, hogyha már szagokat érzel, az már nagyon nagy baj. Tehát ha bármi szagosodást érzel, az baj, viszont mondjuk a puderállagú termékeknél nem valószínű, hogy fogsz ilyen szagosodást. A rúzsoknál azt lehet érezni, hogy egy kicsit ilyen, ez ilyen vicces megfogalmazás, de én azt szoktam mondani, ilyen kicsit proli, hogy ilyen taknyos lesz az állaga, tehát hogy olyan lesz rajta egy ilyen, mint akkor sonkát kinyitod, és már meg van romolva, és van rajta egy ilyen vagy amikor a virsli. Igen, van rajta egy nyák, igen, egy ilyen nyákszerű valami, elkezd nyákosodni, az már például rúzsoknál nem jó. Szempilla spirálnál, ugye, amikor már érzed, hogy kezd beszáradni, akkor az azt jelenti, hogy már rengeteg oxigén kerül bele, tehát az megint nem jó. Amikor már szagod, a szag az azért nem jó szerintem, mint nyilván, ha már érzed, hogy baromi büdös, akkor oké, de ugye minden nap mondjuk egy szempilla spirálnál minden nap használod. Az orrod hozzászokik. Nem fogod tudni ezt a nagyon pici szagváltozást, így nem vagyunk orrok így a parfümkészítésben, így kiszagolom, hogy ott most elindult valami, tehát erre szerintem nem szabad hagyatkozni. Hogyha viszont túlhasználjuk a termékeinket, akkor ugye elkockáztatjuk a romlás véget, ugye végbe menő különböző kémiai, biológiai folyamatoknak a negatív hatását a bőrünkre, ezt most ilyen nagyon kacifántosan mondtam el, de a lényeg az, hogy bármiféle reakciót kiválthatnak ezek a termékek, és az a baj, hogy nem is biztos leszel tudatában annak, hogy ez amiatt van. Tehát, hogy mondjuk elkezd csípni, elkezdesz mondjuk egy alapozótól hirtelen pattanásosodni, megvan a megoldás. De nagyon-nagyon sok minden lehet, amúgy simán lehet, hogy szerencsés vagy, és éppen semmi nem fog történni rajtad, de ez egy viszonylag magas kockázat, mondom, főleg folyékony termékeknél. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy a puder állagú dolgoknál egy picit megengedőbbek lehetünk. De amúgy is 36, itt mondjuk 30. Igen, egyébként én úgy tudom, de lehet, hogy ebben nincsen igazam, de én úgy tudom, hogy 36 hónapnál nem is írhatnak többet rájuk. Még akkor sem, ha tovább jó lenne, azt hiszem annyi a maximum. Ugye a bőreplenési termékeknél szerintem biztos, hogy elhasználod annyi idő alatt.
kivéve ha folyamatosan vásárolsz, hogy folyamatosan kapod ajándékba. Igen, nem tudod. Igen. Igen, itt is azért el kell döntened, hogy el fogod használni, vagy pedig nem. Mm. Mert oké, hogy kipróbálsz valamit, hogyha nem jön be, és nem fogod elhasználni, akkor még ajándékozz el. Mm-hmm. Mert mondjuk egy olyan terméknél, ahol alapvetően nem nyomod a, nem tudom, a tubust így ide, hanem effektív tiszta marad, vagy le lehet tisztítani. Még akár családon belül, vagy barátoknak oda lehet ajándékozni, hát ezek több, ezer, több tízezer forintos. Soha nem értük. Egyetem, de hogy azért a szérumokat és az arcukhoz érintik a videósok. Hát én ugye adenoszkán nagyon rosszul teszik, mert ugye ott is bekerülnek a különböző baktériumok az üvegbe. Én itt is mindig a sminktanácsadásokon is azt szoktam hangsúlyozni, hogy legyünk tudatosak. Tehát kétféle ember jön általában a sminktanácsadásoknak, semmilyen nincs, jó, van köztesút is, nem azt mondom, csak ez a kettő, semmilyen nincs, vagy annyi dolga van, hogy egy ilyen asztalt itt telepakolva el, és akkor így vakarom a fejemet, és ezek közül mennyit használsz? Szóval, hogy tényleg, ugye ez a mostanában ez a kapszula a gardrób, meg ez a kapszula ez, meg az, ez nagyon divatos lett, hála Isten, egy kicsit tudatosabbak legyünk, hogy tényleg mérjük fel azt, hogy mire van szükségünk, mit fogunk használni, mennyi időnk van, kell nekem 3 darab tus, ha soha nem húzok tust a szememre, mert amúgy pont rohadtul nincs rá időm, reggel nem kell, akkor ezt ne vegyük meg. Tehát, hogy tényleg azok a termékek legyenek, amiket minden nap használsz, és minden nap pörgetsz, mert akkor, amikor mondjuk van egy terméked, amit mondjuk ki kell dobni, mert lejárt, hiába kötött hozzá emocionálisan, hiába volt az x ezer forint, ha azt érzed, hogy basszus, hát én ezt egy éve minden nap magamra kentem. Hát megérte azt a pénzt, még akkor is megérte, ha most el kell dobjam. De amikor nem használod, és még úgy kell eldobni, sokkal kisebb valószínűséggel veszed rá magadat, hogy eldobd. Már pedig el kell. Tehát, hogy azért ezek is benne vannak ezekben a dolgokban, hogy mennyire vagyunk szigorúak, és mindig én szoktam néha posztolni, hogy a szalomba így dobom ki ilyen zacskó szemre a dolgokat, és hát akkor... az speciális. Igen, de nekem is ezt, főleg a vendégeim iránti tiszteletből fontos, hogy ezt betartsam, és amikor mindig írnak, hogy miért nem adod, inkább oda mondom, persze, lejárt termékeket odaadok, hogy ne, nem, tehát, hogy azokat már nem ajándékozzuk el. Szóval tényleg, hogyha úgy érezzük az első-második használatnál, mondjuk egy rúzsnál, hogy ez nem az én színem, ez nem az én állagom, valami nem tetszik, akkor vagy add el, vagy ajándékozz el, vagy csinálj vele valamit, mert annál szerintem semmi nem rosszabb, mint hogyha így állnak így hegyekbe a megromlott termékek, és nagyon sokszor ezt ki tudok akadni tőle. Biztos láttatok már olyan videót ilyen külföldi beauty influencereknél, hogy bemennek a szobába, és ott így rommá tele van rakva minden termékkel, és akkor így szoktam gondolkodni rajta, hogy ezek közül valami mennyi lehet megromolva, hogy nem tud egy ember ennyit elhasználni. Persze, mondjuk jó más, hogyha James Charles vagy, és... Persze, nyilván, és halomra kapod ezeket a cuccokat, meg kicsit meg a saját smink terméked is benne van. Igen, alapvetően ugye a tudatos bőrápolás, illetve a tudatos smink termékek megvásárlása, használata és tárolása az nagyon-nagyon fontos a mindennapokban, hiszen, mint ahogy Petra is mondta, nem mindegy, hogy kotorászol, nincs melyik az, vagy pedig tudod, hogy ez csak a szájra, vagy csak a szemre, vagy csak az arcra, vagy bármi másra vonatkozik. Több ecset fajta nincs remélhetőleg, számolod bármi, de azt hiszem, mindegy. Szóval szakemberhez forduljatok, hogyha ilyenben segítség kell, az nem én leszek. Ecset használat szempontjában, de alapvetően tárolás szempontjából nagyon kíváncsi vagyok, hogy most használtatok már esetleg valami profi rendszerezőt, és hogy hol tároljátok, külön tároljátok a sminket, vagy esetleg a sminket egy zacsiban tároljátok, és mindig előkotorászátok, vagy van mondjuk tényleg egy állványotok, vagy fiókos megoldás. Légy szíves, írjátok meg kommentbe, hogy fiókban tároljátok, állványon, vagy esetleg megtetszett a forgótárc, illetve a piramis megoldás is. És természetesen ugye a Petra oldalán a bőrápolási rutinom kiépítése mellett azért nagyon sok hasznos és alapinformáció volt, tehát alapvetően nem feltétlenül az a cél, hogy azért menjetek oda, hogy milyen a bőrápolási rutinja van, csak Alexandrának innent a kete, hanem az, hogy az én bőrömhöz, bőrfajtámhoz, hogyha hasonló, hogy bármi más, mi az, ami
aminek te kifejezetten fontos, hiszen 30 fölött, bár lehet, hogy már alatta is, de 30 fölött meg kifejezetten fontos, hogy legyen egy hatékony bőrápolási rutinod, és hogyha nincsen meg az, hogy ezt kifejezetten azért használom, mert, hanem azért, mert anyukám vette, vagy Bódis Gabitól kaptam, vagy egyéb ilyen hihetetlen jó dolgok, jó, mondjuk Módis Gabi is minkes, és... Módis Gabi jó termék. Igen, igen, tehát hogy az egy másik dolog, de alapvetően, hogyha nem feltétlenül tudatos a bőrápolási rutintól, akkor mindenképpen ajánlom a TT Makeup. Sünk és bőrápolás, igen. YouTube csatornáját, és természetesen TikTokon pedig nagyon-nagyon hasznos videókat oszd meg Petra, úgyhogy most jelenleg a videó napján 54 000 követője van, úgyhogy javaslom, hogy nézzetek fel arra. Kevésbé ökörködés, inkább szakmai TikTok. Igen, szakmai TikTok, igen. Úgyhogy a TikTok nem csak a 13 éveseké. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Természetesen Petrának a linkjét is beraktam alulra, illetve mindegyiket a webáruház termékeihez beraktuk alulra a leírás szekcióban. Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattátok ezt a videót, és hogyha még újabb voltatok a Kívül Belül Boldogság csatornáján, akkor itt fel tudtok iratkozni, hogy megkezdjétek az utazás egy rendezettebb otthon és egy boldogabb élet felé. Sziasztok! Sziasztok!